itt a mai napon, hogy azt a legtöbb munkáltató számára nyilván ismeretlen helyzetet elemezzük, amikor esetleg a munkavállaló az nem megfelelően teljesíti a kötelezettségeit, tehát bizonyára nem találkoztak még ilyen helyzettel, de hát lehet így olvasni ilyen eseteket, amikor a munkavállaló az esetleg elkésik, meg szakszerűtlenül végzi a munkáját, ne adj Isten kárt okoz, esetleg csúnyán beszél a munkatársaival, vagy a felettesével, és vagy az ügyfelekkel. Az a kérdés a mai napon, hogy hát mit tehet ilyenkor a munkáltató. Hát így a teremben szétnézve a létszám alapján azt látom, hogy ez egy kurrens probléma, úgy tűnik mégiscsak a gyakorlatban, ami hát valószínűleg nem kis részben annak köszönhető, hogy most van egy eléggé extrém munkaerőpiaci helyzet Magyarországon. Hogy tudnélik, egészen sok olyan szakma van, amiben elég komoly a munkaerőhiány, és egy csomó olyan szakmában, amihez Magyarországon eddig teljesen szokatlan volt. Elsősorban például a teljesen egyszerű fizikai munkáknál, vagy a kétkezi betanított munkáknál egyszerűen, hát sok olyan régión, ahol nem nagyon van hadrafogható munkaerő. Na most, ha kicsi a merítés, akkor esetleg a munkáltató erre csak arra tud reagálni, vagy azzal tud reagálni, hogy lejjebb viszi a követelményeket. Hát olyanok is bekerülnek a munkahelyekre, akiket egyébként a munkáltató a maga kedve szerint nem annyira szívesen foglalkoztatna, akkor az bizony együtt tud azzal járni, hogy szaporodnak ezek a fegyelmi problémák, kötelezettségszegések, esetleg károkozások, selejtgyártások. Úgyhogy hát azt tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy hát eddig megugrott ezeknek a problémáknak a szintje, amit hát a munkáltató vagy kénytelen tolerálni, tehát amíg olyan nagyon nagy baj van, addig, vagy nincs, addig nem is szólok érte, hát vagy adott esetben valamit meg kell próbáljon, hogy ennek ellenére valamiféle munkafegyelmet tartson. Úgyhogy hát ebben próbálunk a mai napon segítséget adni. Én Kártyás Gábor vagyok, az Opus Simplex Társaságnak az egyik munkajogi tanácsadója, kifejezetten munkajogi tanácsadó. A mai napon nem az elmélet miatt vagyunk itt, hanem próbálok nagyon praktikus lenni, és hát meg fogok állni időnként, hogyha van bármi kérdésük az elhangzottakkal összefüggésben, akkor ne fogják magukba, ne tartsák magukba, hanem nyugodtan kérdezzék meg a konkrét kérdéseiket is. No, és akkor amiről a délelőtt szó lesz, az ennek a témának a kártérítési felelősségi része. Tehát azzal az esettel fogunk délelőtt foglalkozni, hogy mi van akkor, ha a munkavállaló az nem csak egész egyszerűen kötelezettséget szeg, hanem ezzel ráadásul még kárt is okoz. Tehát nem csak egyszerűen elkések, kicsit lazábban kezelem a munkaid elejét, most őszintén nem mindegy, hogy reggel 8-kor kezdek el facebookozni az irodába, vagy 8:30-kor. Nagyjából. Csak hogy ez nem ennyire egyszerű a konkrét esetben, mert olyan fontos munkáról kések le, vagy olyan fontos dolgot nem tudok megcsinálni, ami miatt kára lesz a munkáltatómnak. Nem adjuk le időben az anyagot, emiatt kötbért érvényesít az ügyfél például, vagy nem lehet máskor megcsinálni ezt a munkát. A szerződéses partner, akivel tárgyaltam volna, azt feláll az asztaltól és hazamegy, mert azt mondja, hogy hát, hogyha itt ilyen kókler szolgáltató van, aki megengedi magának a késést, akkor inkább hagyjuk az egészet. Egyébként 100 millió forint lett volna az ügyletnek az értéke. Szóval az a kérdés, mit lehet akkor csinálni, a kár is van. Hát áttekintenénk ennek az egésznek először a rendszerét, tehát hogy hol helyezkedik el ez a munkavállalói felelősségi rendszeren belül, és aztán megnéznénk, hogy mi ennek a kárfelelősségnek a fő szabálya, ez lesz majd a felróhatósági alapú felelősség. Megnéznénk a felelősség terjedelmét, hogy egészen konkrétan mekkora összeg az, amit át lehet hárítani a munkavállalóra. És aztán foglalkozunk majd olyan kivételes esetekkel is, amikor meg ennél szigorúbb, objektív a munkavállaló felelőssége, megbeszéljük, hogy hát mit jelent ez, mi a különbség az általános alakzathoz képest, és aztán végül kitérnénk arra is, hogy hát hogy lehet ezt a kárigényt behajtani. Tehát ha van egy nagyon alapos kárigény követelése a munkavállaltatónak, nagyszerű, csak hogy lehet az a 138 ezer forinthoz ténylegesen hozzájutni, hogy lehet bevasalni a munkavállalom. No, hát akkor csapjunk bele, és akkor kezdjük azzal, hogy akkor hogy lehet ezt a felelősségi rendszert nagyjából felvázolni, hogy lehet elhelyezni ezt a kártelőséget.